Rudi most a cipőgyárt kutatja, és eljutott már 1968-ig, ugye? A Bonyhád összeköt projekt keretén belül szerveztek helytörténeti fórumot a Völgységi Múzeumban. Az akció célja, hogy elkészítsék Bonyhád monográfiáját. A monográfia abban különbözik a tankönyvektől, kézikönyvektől, hogy nem egy bizonyos tudományterület egészét térképezi fel, hanem annak csak egy részét mutatja be. Jelen esetben Bonyhád közelmúltját akarják feltérképezni és bemutatni. A kiinduló pontunk az a Bonyhád monográfiának a megírása lenne, viszont elhatároztuk, hogy hát van egy projekt, egy helyi projekt, a Bonyhád összeköt, tulajdonképpen egy olyan projekt, amiben nekünk előírták, hogy tartsunk fórumokat. És mi úgy döntöttünk, hogy két fórumot fogunk tartani, az egyik fórum lesz a helytörténeti fórum, és a másik fórum pedig a turisztikai fórum. Az lesz majd még júniusig valamikor, és a kolléganőm pedig fölrakott egy olyan programpontot még, hogy a régészet napja, akkor meg esetleg a korábbi korokkal foglalkozókat fogjuk egy kicsit meghívni erre. Most úgy gondoltuk, hogy az újkori, legújabbkori hordozókat, fotó, papír, tárgy, dokumentum, stb. Tehát egy gyűjtést indítunk, hiszen igazából azt mondhatjuk, hogy szisztematikus gyűjtés soha sem volt az elmúlt 30 év alatt. Így a fórumra a múzeumbaráti és a honismereti kör, továbbá a tájházvezetők voltak a kiemelt meghívottak. De mellettük bonyhádi családok és a Bonyhádról elszármazottak közül is többen megjelentek. Sokan iratokat, leveleket, naplókat, visszaemlékezéseket, kiadványokat, fotókat vagy tárgyi emlékeket vittek magukkal a megbeszélésre. Ezek közül, ami igazán értékes lenne, amit ott elő találom, ugye az időrendi sorrendben azoknak a nagy része... 902-től kezdődik, ugye? Igen, tehát itt és például... Megy, amíg műhelye hát, volt. Hát ameddig itt dolgozott, 19-ig nagyjából. 19-ig? 24-ben volt 24-es. A tabló. Ezek a személyes egyéni gyűjtések nagy segítségre lesznek a munkaközösségnek, hogy be tudják mutatni Bonyhád történetiségét. Kolbert András bonyhádi lokálpatrióta nem csak a családfáját gyűjtötte föl, hanem elkezdte kutatni a bonyhádi fényképészeket, és kooperált Kápolnás Máriával, aki ezt alapvetésben a Megyei Múzeum évkönyvében meg is írta, és ő most olyan eredményeket hozott még, ami ezeket meghaladja, úgy tűnik. És ezek az új sütetű felvételek esetleg illusztrációi lehetnek egy bonyhádi monográfiában. Akik most eljöttek, azok számára hát ez egy felhívás. Mi szeretném megerősíteni a múzeumbaráti kört is, tehát hogy fiatalabbak is jöjjenek, ugye? És a másik pedig az, hogy esetleg a gyűjteményünket gyarapítjuk, hogyha ilyen önkéntes és szakértő emberek vannak Bonyhádon. Van köztük gyűjtő, aki már nagyon régóta a múzeumbaráti kör tagja, és sok minden tárgyat adott nekünk, ő a Dúl Zoltán például. Aztán olyan kollégina is van, tanár kollégina, akinek a szülei például szépen leírták azt, hogy a két világháború között melyik házban kilakott például. És ezt a listát nekünk átadták. És ebből tudjuk azonosítani, hogy ki építhette, ezek ilyen hézakpotló apró dolgok, de hát a sok kicsi sokra megy. A folytatás az lesz, hogy az András majd rendelkezésünkre bocsátja a fényképeit, ahogyan az Ági is hozta ugye a régi lakóknak a listáját. Azt például össze tudjuk vetni két világháború közötti telefonkönyvvel, és akkor már egy forrás helyett két forrásunk van. Elkészült a Perccel monográfia, az Dobos Gyula meg is írta, de hát kóborolhatnak olyan tárgyak még, töredékek ugyan. Tudok arról például, hogy Perccel Mórnak az íróasztala is megvan, valahol Borsodban például, és lehetnek. Hát mi is kaptunk legutóbb 4 széket, úgy tudom, hogy a Perccel Mór szülőházából való 4 széket kaptunk például. Tehát mindig van valami, persze konkurencia igen nagy, hiszen a régiség kereskedés az egy nagyon jó volt. A koronavírus terjedésének lassítása érdekében a Bonyhádi Múzeum is zárva tart meghatározatlan ideig. Addig is a helytörténeti fórum tagjai otthon megtervezik a további anyaggyűjtés lépéseit és az összehangolt munkamegosztást,
hogy a monográfia írása elkezdődjön.